10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rádió Park. 96.4. Rádió Park. Rádió Park. Így igaz, hölgyeim és uraim, hatalmas tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a Rádióparkon, újra szól az Aktuál. A mikrofonnál Cinege Imrus, ez pedig az a műsor, amiben mindenről szó esik, nagyon nem mindenről, mert azért ez eléggé hosszú lenne. 2020. február 21-e van, péntek, hamarosan itt van a hétvége, mindenki ünnepelhet úgy, ahogy akar, ahogy a polisz.hu-n szeretné magára emlékezni. Hát ma itt február 21-én ünnepeljük az Adolfokat, akik még élnek, Eleonórákat, Germán, Györgyet, György, Leona, Leonar, Nóra, Patony, Péter, Pető, Zakáris, Zelmária, hát ilyen neveket sem hallottam, még szerintem a Wikipédia sem a régi. Őket ünnepeljük boldog névnapot, és ezen a napon született egyébként 1979-ben Jennifer Love Hewitt, Z-kategóriás amerikai színésznő. Hát nem hallottunk még róla se, de boldog születésnapot kíván az egész Endre Park, illetve a Rádió Park műsora innen Szentendréről. Hát hölgyeim és uraim, mai napon egy olyan vendéget köszönhetünk itt a stúdióban, és integet nekem, hogy már annyira szeretne szóhoz jutni, de én még mindig kimjútolom a mikrofonját, mert ilyenkor nem szabad még integetni sem. Nem kérek vizet, köszönöm szépen. Hát itt van velem szemben Oroszlán Szagú Richard. Szerbusz Richard. 2-3-4. Aha, most már hallatok, szia. Így igaz, ez azért szoktam, mert sokan beszélnek meg telefonálnak, ameddig én konferálok, és nem tartják tiszteletben, hogy ennek a műsornak van eleje, közepe és vége. Lesznek reklámok, programajánlók, mindenféle érdekesség, amit megszokhattak tőlünk. Richard, egyébként mielőtt belevágnak a témáinkba. Magyarázd már el nekem, hogy ez a név honnan ered? Hát édesanyám adta egyébként, ez nem volt egy egyszerű téma, mert apám mindig azt szerette volna, hogyha a szívét öröklöm. Aha. Hát ez nem sikerült. Hogy nem sikerült? Miért a szagát örökölt? Tehát apád oroszlán volt egyébként? Ja, nem, a bátyám lett oroszlán, a másik haverom pedig, hát nem tudom, hogy bele lehet-e menni. Mi jártunk egy ilyen OK-s képzésre a Homár nevű iskolában, nem tudom, hogy hallottál-e róla. Hallottam, persze, oda engem nem vettek föl sajnos, de úgy hallottam, hogy mindenkit állattá lehet változtatni, aki nem találja meg a párját, ugye, a képzés végére. Hát igen, ez egy fél éves képzés, díja van persze, de benne van a reggeli, ebéd, vacsora. Aha. És a lényeg az, hogy ha nem találod meg az évszak végére, igen, köszönöm, az évszak végére a párodat, aha, akkor kiválaszthatod, hogy milyen állattá szeretnek téged változtatni. Ja, értem, és hogyha szeretnének téged. Javíts ki, hogyha rosszat mondok, de Yorgos Lanthimos ebből csinált filmet 2015-ben, amiben a főszerepet Colin Farrell játszotta, hogyha jól emlékszem, igaz? Így van, hát a Pilisvörösvári iskolánk, ugye a Homár képző, ez ott van, ről alkották ezt a filmet annak idején. Szóval ez Pilisvörösváron van ez az iskola, ez a Homár képző, ez egy OK-s képzés, hogyha jól értettem. Igen. Te egyébként ajánlanád ezt az iskolát másoknak? Szeretem az kihívásokat. Aha. Szóval, aki szereti a kihívásokat, az menj ebbe az iskolába, mert itt vannak. Aha, értem. Hát, hogy nem így terveztem ide kanyarodni, de egyébként pontosan erről van ma szó, hogy kinek hiányzik az iskola, kinek hiányoznak az általános iskolás évek, a gimnáziumi évek, a szerelmek, azok az időszakok, amikor ugye a tanárokkal össze lehetett még verekedni. Hát neked ez az iskola mit adott? Aha. A szagodon kívül. Hát nagyon... A szagomon kívül. Hát csak azért mondtam, hogy mert ugye a nevedben benne van, hogy Oroszlán Szagú Richard, hát gondolom akkor azt ott kaptad. Apám szerette volna, hogyha a szívét öröklöm, mert nagy szíve volt, viszont a nagybátyám ugye oroszlán lett, és hát amikor a végén megkaptuk a papírt, akkor megszagolt engem egy specialista, és mondta, hogy hát oroszlán szagom van, és megkérdezték, aha, hogy mi a keresztneve, mondtam, hogy Richard. Aha. Odaadták a papírt, 4-est kaptam, 4-es Oroszlán Szagú Richardként vagyok ma itt. Hát gratulálok, szerintem nem az a lényeg, hogy 3-as, 2-es, 5-ös, csillagos 5-ös, hanem a lényeg, hogy görbüljön meg, hogy megvan a papír. Hát köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velem. Hát hölgyeim és uraim, hamarosan lesz majd betelefonáló vendégünk is, egy démont fogunk fölhívni, hogyha minden igaz 2008-ból. Hát nem tudom, hogy ez még hogy fog működni, hogy milyen telefonon tudjuk őt kapcsolni, de minden esetre szeretnék egy gyors reklámot itt beüzemelni, hogyha lehet, mert bepisilek. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk itt a Rádió Parkon az Aktuál című műsorunkat, én Cinege Imre vagyok. Ma beszélgetünk Oroszlán Szagú Richardról, és arról lesz szó, hogy kinek hiányzik az iskola. Hamarosan jövünk. Rádió Park! Reklám! Mindig megvernek. Védekez. Használj gyurexet! Rádió Park! Hát így... Ja, még majdnem beleszóltam az... Már megy? Jó. Szóval, itt vagyunk újra a Rádió Parkon, ez itt az Aktuál, Oroszlán Szagú Richarddal. Beszélgettünk arról, hogy honnan jött, honnan a név, aki név csak bocska csorodott be, hát az így járt. Nem tudom, hogy ez hogy lehet.
Neked mennyire hiányzik az iskola? Most menjünk vissza egyébként, az óvoda hiányzik neked, vagy a bölcsőde jobban? Én? Mi te? Hogy én? Engem kérdezel? Téged kérdezlek, de ezt nem hiszem, hogy gyerekek, ketten ülünk itt a stúdióban, kihez beszélnék most szerinted őszintén? Azt mondtad, hogy föl fogunk hívni egy démont 2008-ból. De akkor majd azt mondom, hogy na most kapcsoljuk a démont 2008-ból. Én nem tudom, miért vagy bunkó velem. Bocsánat, újra elkezdtem a gyógyszereimre inni. Hölgyeim és uraim, ez itt újra az aktuál, amit mondtam, ezt már felolvastam a fehér lapon, lefele, démont hívunk 2008-ból. Ja igen, általános iskola. Hölgyeim és uraim, lenne egy kérdésem hozzád, Oroszlán Szagú Richárd. Neked a bölcsőde, vagy az óvoda hiányzik jobban? Óvoda egyértelműen. Nem, nekem is, persze az óvoda. Nekem megmondom őszintén, csak olyan emlékeim vannak a bölcsődére, hogy valaki bepisílt, vagy én, vagy valakinek vérzett a feneke, de mindig történt valami, ami olyan szaftos volt. Hát megmondom őszintén, hogy nekem az általános iskolából a legjobban talán az hiányzik, hogy volt nagy szünet, volt kis szünet, és mindig történtek valami... Ez mi volt? Bocsánat, SMS-em jött. Kész? Készen vagy? Egy másodperc, mikor végzünk szerinted? Szerintem 10. Tudsz maradni utána egy kávéra beszélgetni? Az, az igazság, hogy mennem kell egy gumicserére, úgyhogy nem nagyon. Gumicsere? Már itt tartunk? Hát még azért van tél. Ja nem, a nagybátyám szeretkezik, és ilyenkor én szoktam neki segíteni. Nem érdekelnek ezek a részletek. Inkább azt mondd meg nekem, hogy neked mik az utolsó emlékeid a gimiből? Amikor kirúgtak. Kirúgták? Hát az elég szánalmas. Engem nem rúgtak, engem imádtak egyébként a tanárok, meg a igazgatót is beleértve, sőt a többi szülő is imádott engem olyannyira, hogy szülői értekezetekre is meghívtak egyébként, és felöltöztettek mindenféle hülyeségnek, kalapot tettek rám, bajuszt rajzoltak, nem tudom, hogy ez miért volt jó. Így utólag felnőtt fejjel jobban belegondolva rájöttem, hogy ez talán zaklatásnak minősült, és pár évvel ezelőtt bepereltem az egész iskolát, bezárták, azóta én ki vagyok tiltva, sajnos abból a kerületből, ahol ez az egész történet. Jól vagy? Persze egy kis büfi sosem árt. Most érezzi nekem itt az Erika, hogyha minden igaz. Szerbusz Erika, jól áll a blues? Jól áll. Sőt, isteni vagy. Most érezzi nekem, hogy tudjuk kapcsolni a démont 2008-ból, hogyha minden igaz. Haló? Mi meg fogjuk változtatni a jövőt. Hoppá, milyen jövőt? Ez inkább egy ilyen UFO-ra emlékeztet ez a kijelentés. Mi nem érdekeljük másokat, csak önmagunkat. Várjuk, csak 2008-ból hívtunk démont, hölgyeim és uraim. Elméletileg igen. Sóska, te vagy az Sóska? Milyen Sóska? Én vagyok az, persze, szervusz Imi. Hát ez nem hiszem el, 1000 éve, hát mi újság van? Hát boldog születésnapot, Imi. Hát köszönöm szépen, hát erre nem számítottam, és srácok, ez egy óriási meglepetés, köszönöm szépen mindenki. Ó, és még torta is van. Mekkora torta, hát mi újság veled? Boldog születésnapot. Nehogy megint elkezdének elni, mint a múltkor, emlékszel, mi lett belőle, szegény prosti. Na mi újság egyébként, hogy vagy vele? Jól vagyok, köszönöm szépen, hát Peter, oké, gondolunk rád sokan itt. Édesapád, hogy van? Jobban, köszönjük. Bocsánat, hogy közbeszólok, ma van a születésnapod, Imre? Hát persze, a Sóska azért hívott, ugye? Azért hívtatok fel engem, jó estét kívánok. Így van. Ja, de akkor te nem... Szóval nem egy igazi démonnal beszélünk 2008-ban. Ja, dehogy nem. Most lehet, hogy ez tényleg így külső fülnek eléggé furcsa, hogy egy démonnal beszélünk, de én és Sóska 1000 éve ismerjük egymást, és hiszitek vagy sem, annak idején, amikor jöttem hazafele Balatonról az M7-esen, akkor egy benzinkútnál elakadtam, mert 200 forinton múlott, hogy ki tudjam fizetni a benzint, és így ekkor van. Jött Sóska, aki éppen, nem tudom már kinek szívtad ki a lelkét akkor. A kutasnak. Na, pont a kutasnak szívta ki éppen a lelkét, én pedig oda mentem a másik pénztárhoz, hogy elnézést, uram, látom maga démon, biztos sok pénze van, ugye, hátsó szándék, és hogy kölcsön tudna adni 200 forintot. Tényleg ennyiről volt szó, és akkor telefonszámot cseréltünk, dumálgattunk, és hát és azóta... barátok lettünk, nagyjából ennyi a lényeg. Igen, és azóta sem adta vissza a 200 forintot, maradjunk ennyiben. Ez a legrőhelyesebb az egészben, hogy tartozok egy démonnak. Hát figyelj ide, drága Sóskám, én nagyon szeretlek téged, remélem tényleg, hogy azóta rendeződtek a dolgok. Hogy van a hangszálad? Hangszálam? Hogy érted? Hát mondtad, hogy sok embernek szívott ki éppen a hangját, ja. És akkor tudod, hogy a hangod tökre ment. Ja, ez egy ilyen démon vicc, ez nem értheti mindenki. Hát Sóskám, sajnos el kell mennünk programajánlóba, de nagyon örülök, hogy hallottam a hangodat, és remélem, hogy tényleg az egész család egészséges és jól vagytok, tényleg jól lenne látni valamikor. Hát nem tudom, egyszer démont idézünk, és akkor talán majd karácsonykor össze tudunk jönni a két család, ugyanis a gyerekeknek is nagyon hiányzol. Hát Sóskával beszélgettünk, ez itt a Rádió Park, elmegyünk most egy programajánlóra, hamarosan jövünk. Rádió Park.
ajánló. Szilveszter, december 31-én. Gyere el te is! Igen, és ezt lehet menübe kérni? Pepsivel, nehogy light. Haló? Ja, igen, és itt is vagyunk, ez itt a Rádió Parkon, az Aktuál, én Imre vagyok, a születésnapos, ahogy mostantól hívnak engem, hát még egyszer köszönöm ennek a fantasztikus démonnak 2008-ból, alias Sóskának, hogy felköszöntött, és neked is oroszlánszagú Rihárd, hogy meggratuláltál. Én köszönöm. Ezeket hívom én úgy, hogy meglepetések, hölgyeim és uraim. Hát egyébként, igen. A rendelést megcsináltad? Most küldöm el Pepsivel, igaz? Lehet, hogy mégis light-tal kérem. Jó, hogy megyek vissza? Ja, így. Egy... Jó, oké. Akkor megvárod a pizzát, amíg megjön. Most ha megvárom, megvárom, mert hát bátyám elment onnan, ahol éppen jaj, fúj, volt, fúj, nem érdekelnek ezek a sztorik. Hát hölgyeim és uraim, most ránézek az órára, és látom, hogy már több mint 40 másodperccel túlléptük azt a műsoridőt, amit azt mondta nekem ugye a főnök, hogy ez a minimum, úgyhogy én azt mondom, hogy köszönjük szépen mindenkinek, aki hallgatott bennünket, köszönjük oroszlánszagú Rihárdnak, hogy itt voltál ma este, és a legjobbakat kívánjuk neked. Hát én köszönöm a meghívást. Igazán nincs mit, ez bármikor, és köszönjük szépen ennek a démonnak 2008-ból, alias Sóskának, hogy felköszöntött a születésnapom alkalmából, én most itt vissza is fogom őt hívni, megbeszélünk egy meetinget, hát még egyszer jó hétvégét, jó bulizást mindenkinek, ahogy a programajánlóban is hallottátok, rengeteg minden lesz még idén. Jövő héten újra jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok! Radio Park.